77 év után megtörténik az a nagy pillanat, mondhatni akár történelmi pillanatnak, hogy a zsidó temetőben, a jászapáti zsidó temetőben megemlékezünk közösen a cigány, illetve a zsidó mártírjainkra, nem utolsó sorban az embermentőkre, a kirekesztettekre, a fogyatékkal élőkre, akiket 77 évvel ezelőtt a vészkorszakban eldeportáltak, és sok-sok millió mártírtársukkal együtt meggyilkoltak. A Magyar Zsidó Szabadság Harcosokért Emlékbizottság és a Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete közös megemlékezésének célja nem csak a fejhajtás volt a mártírok előtt, hanem az is, hogy emlékeztessék a mai generációkat a 77 évvel ezelőtti szörnyűségekre, amit a világ gyászaként apostrofáltak. Ez nem csak Magyarország, nem csak egy-egy országnak a gyásza, hanem a világ gyásza. Meg kell előznünk, tisztelt magyarok, tisztelt világnépe, azt az esetleges történelmi ismétlődést, aminek mindig megvolt sajnos a lehetősége, és ezt önökkel, tisztelt polgárok, kedves barátaim, igen, meg tudjuk akadályozni. Száva Vince szerint az ilyen közös kiállásokkal kell szembe menni a mai neonáci és szélsőjobb szemléletekkel. Az elnök arra buzdította a hallgatóságát, hogy az Éke és a Mazsi szem összefogását példaként látva gyakorlatban is álljanak ki a kirekesztés ellen. Az ellen, ha valakit másodrendű állampolgárként kezelnek. Közben a politika képviselőinek is üzent, kérte, hogy a regnáló politikai erők az antiszemita és rasszista eszméket minden törvényes eszközzel üldözzék. Emlékezni és emlékeztetni jöttünk, mert erkölcsi kötelesség mindkettő. Rám, mint egy embermentő unokájára, ez fokozottan vonatkozik, mert egy olyan nagyapának az emléke, mint amilyen az enyém is volt, kötelez. Az embermentők áldozatos munkájáról is szó esett a megemlékezésen. Zoltai Zsolt András, a Magyar Zsidó Szabadság Harcosokért Emlékbizottság utazó nagykövete, pont egy ilyen különleges ember leszármazottja. Nagyapja Zoltai Pál legalább 100 üldözöttet mentett meg Székesfehérvárott, hallhattuk a visszaemlékezésben. És kérlek, uram, rekeszd ki a gyűlöletet az embereknek a szívéből, a gondolataiból, és kérlek, drága mennyei atyám, a rasszizmus minden fajtáját hűz ki, jászapátiból, Magyarországról, az antiszemitizmus minden fajtáját, uram. És kérlek, uram, hogy ébreszd föl ezt a népet, mert te vagy, uram, Jézus, a megváltónk, ami szabadítunk. Hálás vagyok neked, hogy meghallgattál az Úr Jézus nevében. Amen. A rendezvényen megtudtuk, hogy az emlékező szervezetek szeretnék a jászapáti zsidó temetőt és zsinagógát felújítani, valamint a településen egy emlékművet állítani a cigány zsidó mártírok emlékére. A tiszteletadás a gyászima után az életútja elnevezésű sétával folytatódott, melynek végén közösen elültették az életfáját, mely azt szimbolizálta, hogy hiába próbálták a két népcsoportot kiirtani a rasszista eszmerendszerek, az élet újra sarjadt. Végül elhelyezték az emlékezés köveit, virágait, mécseseit.